A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Folytatjuk az elmúlt héten megkezdett beszélgetést. Vendégem Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. 2022-nél tartottunk, megbeszéltük, hogy mi minden változott az asszály következtében az agrárgazdaságban, viszont ezt folytatnunk kell, és egy kicsit a jövőbe tekintünk, kiútkeresés a takarmányozásban, illetve tehát azt tudomásul kell vennünk, hogy extrém körülmények alakultak ki a takarmányozásban, és ez az állattenyésztést sújtja, költségnövekedéssel, árrobbanással kell számolniuk, hiszen az asszály miatt soha nem látott áru, illetve alapanyag hiánnyal kell szembesülnünk. Kezdjük azzal, hogy a rendkívüli gabona helyzetnek milyen hatása lesz a jövő évi takarmánypiacra. Hadd kezdjem azzal, ha ezt tudnám, akkor valószínűleg nem itt ülnék, hanem borzasztó gazdag ember lennék, oké? Okay? De azt azért hadd mondjam el, hogy azt a kedélyek megnyugtatása végét. Mi úgy azért, ahogy nézegetjük az adatokat, meg számolunk, van elég takarmányra való Magyarországon. Tehát senkinek nem kell attól félni, hogy az állatokat nem lesz mivel etetni, vagy valami ilyen típusú probléma kialakulna Magyarországon. Ez a rész, tehát az élelmezés biztonsági szempontból rendben vagyunk. De hát nyilván azért ezek a dolgok, hogy ugye az egész ott kezdődik, hogy a műtrágya drágább lesz, a műtrágyától ugye drágább lesz a terménytől drágább lesz a takarmánynak, és végsősorban eljutunk oda, hogy ez az állati termékek árát is emeli. És ezt már nem a jövőben, ezt már most érzékeljük. Ha bárki elmegy vásárolni, akkor azt láthatja, hogy a tojástól elkezdve a tejig azért mindenért többet kell fizetni, mint mondjuk fél vagy egy évvel ezelőtt. Egyébként azt hadd mondjam már csak így érdekességképp. Hogy azért én ezt egy picit úgy élem meg, most nyilván én a mezőgazdasági termelőket és az élelmiszer előállítókat képviselem, nem pedig a fogyasztókat, de én egy picit azért úgy élem meg, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon nagyon olcsók voltak az élelmiszerek. Tehát mi hagyományosan itthon a rendszerváltás óta az inflációt alacsony élelmiszer árakkal tartottuk, magát az inflációt is alacsonyan. És én egy picit azt mondom, hogy a fogyasztóknak is, hogy ne bánják, hogyha egy picit drágább az élelmiszer, mert mégiscsak azért még mindig azt mondjuk, hogyha nem azt nézzük, hogy most én konkrétan hány forintot fizetek az élelmiszerre, hanem hogy a jövedelmemnek hány százalékát költöm el élelmiszerre, akkor még mindig azt kell mondani, hogy igazából jóval kevesebb részét költjük élelmiszerre most, mint mondjuk 20 vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát relatív értelemben még mindig nem drágák az élelmiszerek, de értem, hogy ettől még ha bemegyek és veszek egy liter tejet, azért az nagyon drága ahhoz képest, amilyen mondjuk egy évvel ezelőtt volt. És sajnos erre kell fölkészülni, hogy ezek a tendenciák azért alapvetően nem fognak változni. Igen, hát ez érdekes, mert itt a túlélési megoldásokat keressük óhatatlanul is 2023-ban, hiszen kapreform lesz. Azt hiszem, hogy ez alapjaiban azért hozzásegíti majd az agrárgazdaságot, amellett, hogy kötelező számunkra, hiszen szerződés kötelezi majd az Magyarországot erre. De melyek a fő támpontjai annak, hogy ez segít a kapreform kilábalni a következő időszakban? Igen, hát én azt mondom, először is egy picit néhány szót a forgatókönyvről. Ugye november 7-én elfogadásra került Magyarország stratégiai terve. Ez egy... Most mind amellett, hogy önmagában jó hír, de ez még egy fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Szemben az összes többi is EU-s pénzzel, ahol még nincs megállapodás EU meg Magyarország között, itt már megvan. Van. Tehát agrártámogatások lesznek, ezzel nem kell idegeskedni, papír aláírva, rendben vagyunk, közvetlen támogatás, vidékfejlesztési támogatás lesz 2023-ban is. Ugye az elfogadást követően mozzajlik a vonatkozó magyarországi rendeleteknek az előkészítése, ezek ilyen december-január környékén megfogják, ezek az ilyen technikai részletszabályokat letisztázzák, hogy nem tudom én,
ha valamit nem teljesít egy gazdálkodókhoz, milyen szankcióval jár. Ezek nyilván fontos dolgok, de ezek már az technikai részletek. És akkor elindul az új kap. És azért ugye, ahogy erről már talán korábbi beszélgetéseken is beszélgettünk, az egyes pillérbe kb. Ugyanannyi pénz van, mint most, egy icipicit több, a kettes pillérbe viszont háromszor annyi pénz van, amit ki lehet fizetni a gazdálkodóknak. Tehát azért ez azt mutatja, hogy itt mi támogatásokat tudunk adni a termelőknek. Mik ezek a támogatások? Alapvetően az ilyen egyszerű, közvetlen támogatások, amik nagyrészt terület és állatlétszám alapon vannak kifizetve, és amiknek nagyrészt az a szerepe, hogy a jövedelmet pótolják. A mezőgazdasági termelőknél lesznek beruházási támogatások. Tehát aki fejleszteni akar, annak tudunk adni segítséget abba, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudja csinálni, és az eddigieknél jóval több pénz lesz ezekre a, mi úgy hívjuk, hogy zöld támogatások, ezek, amik a klímaváltozás, fenntarthatóság, stb. Ügyben segítik a gazdálkodókat, hogy ő olyan gyakorlatokat tudjon bevezetni, ami miatt mondjuk lehet, hogy neki csökken a termés átlaga, vagy kisebb területen gazdálkodik, de mégis a támogatással segítjük abba, hogy ezt klímabaráton, a biodiverzitásra, környezetvédelemre odafigyelve tudja megtenni. Nagyon fontos kérdés a Green Deal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolják úgy, mert hogy számtalan agrárgazdával beszéltem, hogy a jelenlegi formájában, illetve azzal a formával, amit szeretnének Magyarországra is rákényszeríteni, ez megvalósíthatatlan. Én azt mondom, igen, így van. Tehát ez nem kérdés. De én azt mondom, hogy abba kell nekünk is egy picit fejlődnünk és adaptálódnunk, hogy azt el kell fogadnunk, hogy az irány az ez. A nyugat-európai társadalmakban nagyon erősen nyomást gyakorolnak a politikai döntéshozókra, hogy ezeknek a fenntarthatósági klímacéloknak sokkal erősebben meg kell jelennie ezekben a akár közösségi, akár nemzeti politikákban. Ami a mi feladatunk az, hogy amikor ez leadaptálódik egy konkrét betartandó szabályra, az egy olyan szabály legyen, amit valóban be tud tartani a gazdálkodó. Tehát ne eszetlenül olyan vágyakat próbáljunk megvalósítani, amik brutális gazdasági károkat okoznak, hanem próbáljuk meg a célt elérni, de mégis olyan szabályok segítségével, ami lehetőséget ad arra, hogy attól még a gazdálkodó nem csak környezeti, hanem gazdasági szempontból is fenntartható módon végezze a tevékenységét. Nem hagyhatjuk ki, hiszen nem tudhatjuk ugyan, hiszen nem vagyunk jó sok, az orosz-ukrán háború meddig tart, de az nyilvánvaló, hogy a költségnövekedéssel ilyen értelemben is számolni kell, mindenféle értelemben. Tehát az input anyagok költségnövekedése az jelentős terhet ró a gazdákra. Ebben milyen megoldások várhatók, hiszen jószerivel túlélési technikákat kell megtanulniuk. Igen, bár érdekességképpen mondom, hogy az elmúlt hetekben pont a műtrágyára elkezdett lecsökkenni. De az egekben volt. Az egekben volt, egészen brutális volt, de most azért úgy látszik, hogy valahogy mégiscsak Európán kívül előállított műtrágyák megtalálták az útjukat ide Európába, és eznek van egy egyértelműen árcsökkentő hatása. De bárhogyan is alakulnak ezek az árak, az biztos, hogy a következő évek azok arról fognak szólni, hogy végig kell gondolnunk szabályozói szempontból is, de a gazdálkodóknak is azt, hogy eddig igazából mit csináltuk? Eddig azokat a gyakorlatokat, amiket nem tudom én 100 évvel ezelőtt kialakítottunk, hogy műtrágyával állítjuk elő a termékeket, nem tudom én, kombájnokat, stb. Használunk, ugye ezeket csiszolgattuk, egyre jobban, egyre hatékonyabbá tettük. Erről szólt az elmúlt 100 évünk, de most egy bizonyos esetekben ki kell lépnünk ebből a gondolkodásból, és olyan új megoldásokat kell keresnünk, ami nem arról szól, hogy ami eddig volt, azt még javítjuk, hanem egészen új megoldásokba gondolkodunk, hogy olyan növényekbe gondolkodunk, amik mondjuk nem igényelnek olyan mennyiségű nitrogén műtrágyát, mint a búza vagy a kukorica. Tehát, hogy azért ezeknél kell olyan újdonságokban nyitottnak lennünk olyan újdonságokra, amik egy picit átalakítják azt, hogy mit hogyan csinálunk. Ez biztos, hogy nem az egyik
napról a másikra történik ez a változás. Tehát ez nem lehet, nem főleg ilyen tömegben, itt azért Magyarországon 100-200 ember végez mezőgazdasági tevékenységet, ezt nem lehet az egyik napról a másik napra átfordítani, de a következő évek azok erről fognak szólni, hogy ezeket a dolgokat újra kell értékelnünk. Mondjuk, hogy mit gondolunk arról, ugye mi az elmúlt évtizedben nagyon erősen erőltettük a munkaerő igényes ágazatoknak a fejlesztését. De sajnos mára egyértelműen látszik, hogy nagyon komoly munkaerő problémával küzdünk. Nem tudunk elég dolgozó kezet szerezni, már Magyarországon se. Tehát hatékony túlélési technikákra van szükség. Igen, tehát el kell gondolkodnunk, hogy olyan területeken, amit mondjuk kertészetekben, lehet, hogy csak akkor tudunk megmaradni, ha képes vagyunk az automatizációba, a robotizációba előrelépni, és az emberi munkát ki tudjuk váltani. És ma már nem az az előnyünk, hogy olcsón lehet Magyarországon munkaerőt találni. Ma már sajnos nekünk is föl kell zárkoznunk, és behozni ezeket a legmodernebb technológiákat, aminek a segítségével ki tudjuk váltani a munkaerőt. Ugye a gabonahelyzetről esett szó, de egy kicsit beszéljünk a takarmánypiaci trendekről, hiszen ez lesz az, ami gondot okozhat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy búza ennyi, az nyilván majd az éghajlat eldönti, hogy mennyi terem, de azért a takarmánypiac változásai azok jelentősen hatnak az agrárgazdaságra. Hát jelentősen, és átalakul a világunk. Én hadd mondjak egy érdekes adatot, amit szerintem lehet, hogy sokan nem tudnak. Ugye általában, amikor arról beszélünk, hogy mi történik Magyarországon az állattenyésztésben, mindig azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen negatív pályán van az állattenyésztés. De Isten igazából, hogyha a valóságban a számokat megnézzük, tehát nem az érzésekről beszélünk, akkor mit lehet látni az elmúlt 10-15 évben? Magyarországon az állattartó gazdaságok száma drasztikusan csökkent az elmúlt 15 évben. Jóval kevesebben foglalkoznak állattartással most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Egyértelműen kevesebb, mint a fele a szám. Tehát tényleg drasztikus a csökkenés. De hogyha az állományt nézzük meg, tehát hogy mennyi állat van Magyarországon, akkor körülbelül ugyanott vagyunk, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Tehát az állomány nem csökkent, hanem az állattartó gazdaságoknak a száma csökkent. Egy nagyon erős koncentrálódási folyamat zajlott le, és azt kell mondani, hogy főleg itt a sertés baromfi ágazatban azt látjuk, hogy egy ilyen professzionális termelő réteg alakul ki, akik tényleg gyakorlatilag rendkívül hatékonyan végzik ezt a tevékenységet. Tehát itt most nyilván nem fogok rákérdezni, hogy a csirkefarmokon a zártartás meg az egyéb milyen hatással bír erre, mert nyilván megoldást kell találni rá, és gondolom, hogy meg is. Ez az állattartásnak az egyik legsősebb dolga, ugyanis én hadd tegyek itt egy különbséget. Az én szememben az, amikor fenntarthatóságról, meg klímavédelemről, meg ilyenekről beszélünk, amit előbb a Green Deal kapcsán is fölmerült, akkor én azt mondom, hogy azoknál én általában a célokkal együtt tudok érteni, és a vita az arról zajlik, hogy ezt milyen eszközökkel érjük el ezt a célt. De az állatjólét esetében nem egészen tehát ez a helyzet. Tehát az ártartás ellenzi. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak így. De én azt gondolom, hogy ott olyan célokat fogalmaznak meg, amire nincsen igazából tudományos bizonyíték arra, hogy attól jobb lenne bárkinek is. Tehát én azért hadd mondjam, mi konkrétan rendeltünk tanulmányt, mármint a kamara Magyarországon ezzel foglalkozó kutatóktól, hogy például, amikor tojástermelésről beszélünk, akkor a környezeti lábnyoma a ketreces tojástartásnak jóval kisebb, mint a szabadtartásnak. Tehát azért, és ezek olyanok, mintha ezekkel így nem akarnánk foglalkozni ezekkel a adatokkal. Tehát azért itt az EU-ban állati jóléti szempontból olyan előírásokat próbálnak néha áterőltetni, aminek mi szakmailag se látjuk az értelmét. És ez egy óriási küzdelem pont azért, mert az állattartásnak ez a része azért most már eléggé iparosodott, ezt el kell ismerni, de azért itt az EU-val, például itt a kapstratégiai terv kapcsán, a vita az arról szólt, hogy a sertéstakarmányban a rost tartalom az mennyi legyen. És teljesen irreális dolgokat akartak előírni. Tehát azért itt azért vannak erős küzdelmek, hogy ezeket az állattartási pozíciókat meg tudjuk őrizni. Már a takarmányról beszéltünk, az állami támogatások rendszeréről is essék szó, mert ez a kettő, a kapcsolódási pont, ez fedi egymást ilyen értelemben is. Igen. Hát ugye
Most az, ha jól értem, a kérdés arra vonatkozik, hogy az EU-s támogatásokon fölül milyen felül, nemzeti igen, támogatásokat a nemzeti adunk támogatási még? Rendszer lépés tart-e a takarmány, ilyen értelemben takarmánykrízissel? Lépés próbál tartani, én így fogalmaznék. Azért Magyarországon azt tudni kell, hogy mi 2014 óta egy elég kiterjedt nemzeti támogatási rendszer tartunk föl. Tehát ha csak konkrétan objektíven a számokat nézzük, akkor az EU-ban mi költjük el a legtöbbet az állattenyésztési ágazatoknak a támogatására a nemzeti forrásokból. Tehát ez a valóság. Tehát én ezt csak azért szeretem elmondani, mert lehet a hírekben olvasni, hogy nem tudom, most bevezetnek valamilyen támogatást Lengyelországba vagy Portugáliába, de azért azt tudni kell, hogy ők most vezetik be náluk, ilyenek nem is voltak nálunk, ezek a támogatási jogcímek nagyrészt már 2014 óta léteznek, ezeken évről évre fizettünk ki állatjóléti jogcímet, stb. Tehát ezek létező támogatási formák. Azt látni kell, hogy azért pont itt az állatjóléti részen egy nagyon erős küzdelemben vagyunk az EU-ba. Tehát a minisztérium szeretett volna idén EU-s forrásból kiírni sertés állatjóléti támogatást. És végül azért nem jelent meg a kiírás, mert az EU-ban olyan feltételeket társítottak, amit teljesíteni kellett volna a támogatás egy cserébe, amiről a szakmai szervezeteknek, így beleértve a kamarát, és az volt a vélemény, hogy Magyarországon nem fogja egyetlen egy sertéstartót se teljesíteni. Akkor meg felesleges kiírni egy támogatást, hogyha utána ezt nem fogják igénybe venni a gazdálkodók. Tehát ez egy nagy küzdelem lesz, de azért azt el lehet mondani, hogy Magyarországon a nemzeti támogatás politika alapvetően arra van beállítva, hogy az állattenyésztőket segítse. Egy kérdés maradt hátra, nyilvánvaló 111 ez az egy, de egy fontos kérdés. A szabályozási változások és trendek a hazai földpiacon. Ezt egy gazda kérdezte tőlem, hogy erre kérdezek rá mindenképpen, mert hogy ezt rendkívül fontosnak tartják. Hogy milyen földpiaci tendenciák várhatóak. Hát most van pont egy földügyi törvénycsomag az országgyűlés előtt, igen. Egyébként még egy módosító kör hátra is van, tehát én még nem merném véglegesen mondani, hogy milyen mi lesz a végleges ebből a törvényből, mert ez csak valamikor majd decemberben fogja az országgyűlés elfogadni. Azért én azt mondom, hogy senki ne gondolja azt, hogy alapvetően meg fog változni a Magyarországon a földforgalmi szabályozás. Pici technikai változások, ügyek belekerülhetnek. Például mi most javaslat, mint kamara, ugye a földadás vételnél nekünk van egy szerepünk, hogy ugye a megyei kamarás kollégák adnak erről véleményt, és nekünk sok problémánk volt azzal, hogy pontosan hogyan is kell most meghatározni, hogy mikor mondhatjuk mi azt, hogy valami az kirívóan magas árat jelent. És akkor ezt a szabályozásnak, vagy a törvénynek ezt a részét egy picit pontosítani szeretnénk, és úgy tűnik, hogy a minisztérium is egyetért ezzel, tehát ez be fog kerülni egy módosítás, ami egy picit pontosabbá teszi ezt, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Ezt úgy kell értelmezni, hogy valószínűleg március 1-től a kamara, majd nyilván a kamara honlapján nyilvánosságra hozzunk egy településekre lebontva egy ilyen átlagárat, hogy hol mennyi a földnek az átlagár, és akkor azt mindenki meg tudja nézni, hogy mondjuk az a szerződés, amit ő akar kötni, az ahhoz képest ott... Aranykorona árérték. Igen, hogy az pontosan hogyan áll. Tehát ilyen szempontból, ilyen típusú technikai javítások lesznek a földforgalmi szabályozásban, de azért az alapvető irány az ugyanaz marad, mint most. Elmondom a barátomnak, hogy ne várjon nagy árrobbanást mindent. Nem gondolom azt. Azért mi azt gondoljuk, hogy ugye miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy a termőföld az... Vannak olyanok, akiknek az egy vagyonképző elem, de nekünk az egy termelő eszköz. És hogy a kamara azért is van ebbe a folyamatba bevonva, mert mi azt szeretnénk, hogy a termőföld ára az ott maradjon, hogy még lehessen értelmezni, mint termelő eszköz. Ezért az egész hazai szabályozás ezért épül arra, hogy földet földművesek vegyenek. Olyanok vegyenek, akik valóban gazdálkodni akarnak a területen. És azért ez az alapvető iránya, ez azt gondolom, hogy amíg rajtunk múlik, addig ez fog maradni a szabályozásnak az alapvető iránya. Nyilván ettől egy ilyen inflációs környezetben, mint amiben most vagyunk, ettől még azért
kúsznak fölfele a földárak. Ezzel nincs mit csinálni, de azért azt gondolom, hogy az irányban nem lesz változás. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és én azt gondolom, hogy ezt a jó utat kell folytatni, függetlenül attól, hogy szurkoljunk, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború, mert azt hiszem, hogy ez is egy alapvetés. Az összes többi pedig az agrártárca és a kamara, illetve a földművelők dolga. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem két héten át Pap Gergely volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Aktuális témákról beszélgettünk, amelyek a következő időszakban minden bizonnyal meghatározzák a magyar agrárgazdaság helyzetét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, jövő héten találkozunk ugyanebben az időpontban, ugyanitt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.